Sziasztok, Csaba vagyok, ez itt még a Technetek YouTube csatorna. A mai videóban egy nagyon-nagyon belépő kategóriás freestyle fogok nektek bemutatni, a 7000 sorozat legkisebb típusát. Mégpedig az 55 push 7008x12-est. 8-asból látható, hogy 2023-as modellről van szó, energiabesorolást elkapott, rajta van még a fogyasztási adatok, normális HDR üzemmódban és a képátló 139 centi, meg egy-két tulajdonságot még feltüntettek itt a doboz oldalán, hogy 4K Ultra HD-s tévéről van szó, Dolby Audio-t tud, viszont az Atmos-t nem tudja. És itt megjegyezném, hogy csak 2x8 wattos a hangszóró rendszere, játékra elő van készítve, alacsony a késleltetési ideje, de viszont, hogy minden tulajdonságot tudjátok a tévéről, itt feliratozom nektek, el tudjátok olvasni, és akkor gyorsan kibontom, megnézzük. És akkor nézzük, hogy mit kaptunk. Egy 220-as csatlakozót, egy pár elemet, egy távirányítót, ami már ilyen környezetbarát csomagolásba jött hozzánk, legalábbis a tévével. Kívülről látszik, hogyan lehet belerakni majd az elemeket. A távirányító az a hagyományos Philips távirányító, jó nagy méretű, könnyen meg lehet fogni, akár két kézzel is. Sok különösség nincs rajta, hogy fölül ki vannak emelve a streaming szolgáltatóknak a gyorsindító gombjai, meg ez a hagyományos elrendezés, navigációs gombok, alul pedig ugye a szám billentyűket láthatjuk. Kapunk még egy ilyen gyors összeszerelési útmutatót is, ami rajta, hogy hogyan kell kivenni a dobozból, hogyan tudjuk rászerelni a talpakat, mik a tartozékok, amit kapunk a tévéhez, egy-két méret, és ugyanúgy tartalmaz a távirányítóban, hogyan lehet az elemet belerakni, és milyen csatlakozók vannak a készülék hátulján. Egy biztonsági útmutatót még, meg az energiacímkét, amit már mutattunk a doboz oldalán. Megnézzétek, a tévén van egy fólia, ezt el kell távolítani, természetesen van körbe egy vastagabb, ilyen színesebb, és van a képernyőn is egy nagy fólia, ezt is le kell húzni. Ezt gyorsan le is szerelem. No, és akkor így most már látszódik is a tévének a külseje, hogy néz ki. Ez a mostani modell kinézetét kapta, három oldalról keret nélküli kivitel, nagyon vékony itt a kába is, ami van 1 mm környékén lehet, tehát nagyon dizájnos. Az alsó rész egy picit azért vastagabb, itt van egy 2 centis, 2,1 centis kába. A lábak távolsága az 81 cm van egymástól, tehát ekkor asztal kell, hogy el tudjátok helyezni. Oldalról nézve a készüléket, mivel direkt lett háttérvilágítás, azért vastagabb a modernebb, magasabb kategóriás készülékektől, de nem olyan vészes. Az elektronika az, ami jobban kiállít a készülék sikjából, ezt itt található. Felül van a szellőzése, és a megszokottól eltérően 200x100-as vezeszabványú fali konzola, tudjátok majd fölrakni a falra. És amit nem igazán értek, hátulra került a táp csatlakozója, és nincs is elforgatva, hanem kifele áll. Tehát itt a faltól való távolság az elég nagy lesz, hogyha föl fogjuk rakni. Hát sajnos így tervezték a készüléket. A csatlakozó pedig itt felül indul, két darab USB-vel, van egy Common Interface kártyafogadóhely, egy service csatlakozó, három darab HDMI, ebbe az alsó az e-arcos, egy antenna bemenet a földfelszíni vagy kábeltévés adásokhoz, és egy szatellit csatlakozó. És akkor ebbe ki is merülnek a csatlakozók, nincs rajta semmilyen fülhallgató kimenet vagy analóg kibemenet, ezeket kell beosztanunk. És akkor nézzük meg az első beállítást a tévénél. Kiválasztjuk a nyelvet, az országot, adunk neki egy PIN kódot, ez a felnőtt tartalmak miatt kell megadni. Majd következik az, hogy otthon vagy pedig boltban lesz használva a készülék, kettő közt a különbség az, hogyha a boltot választjuk, akkor egy bizonyos idő múlva vissza fogja állítani alapbeállításra a készüléket, tehát bármit átállítunk, ezt vissza fogja állítani, ezért most mi az otthonit fogjuk választani. Csatlakozunk az internetre, gyorsan csatlakozott is, majd következne a csatornáknak a telepítése, választhatunk, hogy műholdas csatornát, antenna, kábel tévé, vagy pedig beltéri egységet használunk a készülékhez. Most egyiket se fogjuk kiválasztani, mert semmi nincs nálunk.
elfogadjuk a használati feltételeket, adatvédelmet, beállítjuk az adatbiztonsági beállításokat, hirdetésekkel kapcsolatos információk, majd ellenőrzi, van-e valamilyen frissítés, és készen is vagyunk. Gratulál hozzá, hogy használhatjuk a tévénket örömmel. Még bedob egy ajánlott alkalmazást, a Netflixet és a Prime videót, és készen is vagyunk. És akkor nézzük a kezdőképernyőt, a kezelését a tévének. 2023-tól a belépő kategóriás tévéknél ezt a Philips Smart TV rendszert használja a Philips. Egy kicsit érdekes, ugyanis túl sok alkalmazás nem érhető el rajta még mindig. Egy hónap ezelőtt találkoztam először ezzel a rendszerrel, már akkor is igazából egy kicsit keveseltem a tudását, de mindjárt megnézzük, hogy valamit fejlődött-e azóta. A felső részen egy ilyen további információs gombot láthatunk. Itt kiemelt tartalmak fognak megjelenni, hirdetések. Ha rákattintunk, akkor eljuttat erre az oldalra, amin több információt kaphatunk erről a termékre, ami éppen itt fut reklámként a háttérbe. Majd lejjebb következik a kedvenc alkalmazások. Itt az összes alkalmazást látni fogja, ami föl van telepítve a tévére. A legelső menüpont az egy fix, ez a tévénézésre tudunk átkapcsolni innen, majd következnek az alkalmazások. És megmondom őszintén, szerintem ebbe ki is merül az összes streaming szolgáltató, ami elérhető a készülékre, tehát Netflix, Prime Video, Rakuten TV, van azért YouTube is rajta, YouTube Kids, és ahogy haladunk itt tovább, van még egy netböngésző, egy média elérés, pendrive-ról, vagy külső merevlemezről, egy bemutató menü, meg tudjuk ezt a sávot szerkeszteni, egyszerűen csak rámegyünk, kiválasztjuk, hogy melyik alkalmazással kapcsolatban szeretnénk szerkeszteni, kiválasztjuk az OK gombbal is, akkor tudjuk előre hátra vinni a sorrendben, de a TV nézés elég nem engedi bevinni, tehát mindenféleképpen az lesz a legelső menüpont. Ha pedig mi szükségünk az alkalmazásra, akkor pedig a lefelé nyíllal lejöve el tudjuk távolítani. Így is akkor szépen le is szedte. Lejjebb haladva pedig a streaming szolgáltatóknak az ajánlatait fogjuk látni. Itt mondjuk a Rakuten TV látszódik, lejjebb pedig egy YouTube. Tehát így épül fel a főképernyő. Ha balra fölülre fölmegyünk, itt van egy keresőikon, itt az alkalmazások közt fogunk tudni keresni. Ugye a kezdőképernyő az otthon megnevezés alatt fut, majd mellette érhetjük el az alkalmazásokat, amit a tévére fel tudunk telepíteni. Szét van bontva kategóriákra. Videó, sport, hírek, zene, játék, életmód és a többi pedig ilyen felnőtt tartalmakat fog tartalmazni. Ez külön csak PIN-kóddal érhető el, ha be van állítva a készüléken, de most ezt még kikapcsoltuk rajta. Ezek a felnőtt tartalmak. Az összes alkalmazásba bele fogok menni, és akkor így látni fogjátok, hogy mik érhetők el a tévékészülékre. Nem fogom felsorolni, csak így szépen végig leléptetem. De az a baj, hogy ami már a kezdőképernyőn látható volt, azok a legnépszerűbbek, vagy leghasználhatóbb alkalmazások, a többi az számomra igazából sok mindent nem mond. És ennyi. Tehát nincs rajta se Disney+, se HBO Max, se Sky Showtime, semmi más, csak az az alap streaming érhető el rajta. Tovább haladva itt a felső menü sávban, ez az ikon nem működik, itt lenne a elektronikus programújság, és nincs behangolva a tévéadások, ezért nem tudjuk elérni, majd következik a forrásoknak a kiválasztása. Ezt persze egy gombbal is elő tudjuk hozni a távirányítóról, de ezek a lehetőségek vannak. Majd a beállítások menü. És akkor gyorsan átmegyünk a beállításokon. Tudom, hogy ezt át szoktátok léptetni, a statisztikát én is szoktam nézni a videókkal kapcsolatban, de megpróbálom minél gyorsabban végigvenni. Az első menüpont a kép. Itt látható a vele kapcsolatos állítási lehetőségek. Képstíluson belül pedig ezek a lehetőségek vannak. Egyéni élink, természetes ekofilm. Most azért átteszem egy élinkre. És ezeket tudjuk állítgatni közben rajta. Van egy haladó üzemmód is. Itt pedig azért részletesebben lehet állítani a színjavítástól kezdve színhőmérsékletig minden mást. Fényérzékel alapból ki van kapcsolva a készüléken, de utólag itt be lehet kapcsolni. És itt az MPG szavar elnyomás is minimumra van rakva.
Itt legalább pedig van egy gyors képbeállítás, ami három egyszerű lépésen keresztül beállítja a tévének a képét nagyjából olyanra, amilyenre mi szeretnénk. Alul látható a három lehetőség, itt ugye a kontrasztot tudjuk először beállítani, hogy milyen legyen, annak megfelelően változik is egyből a tévének a képe. A szint, hogy mennyire szindús legyen, és az élesség. És ha nagyobb élességet választunk, akkor szemcsésebb lesz a kép közelebbről nézve, én közepeset szoktam. És akkor ezzel elméletekben is van állítva a tévének gyorsan a képbeállításai. És menjünk vissza gyorsan a hangra. A hangnál hangstílust tudunk állítani, ezek a lehetőségek. A tévének az elhelyezését, hogy tévé állványon van vagy a falon, ilyenkor másképp fogja képezni a hangot. És itt pedig van egy ilyen javított rész. Automatikus hangerőt tudunk kibekapcsolni, hogy csatornák közt váltva egyforma hangerő legyen a tévéje. A kimeneteket tudjuk, hogy a tévé hangszóró vagy HDMI rendszer legyen. Az e-arcot, hogy automatikusan érzékelje vagy ne. Kimeneti formátumot, meg a késleltetést, ami most itt aktív. És akkor nagyjából ennyi volt a hang, egyen lejjebb a Wi-Fi beállítása érhető el. Majd a csatornákat tudjuk telepíteni, beállítani. A csatornalistát ki tudjuk másolni pendrive-ra is, hogy később tudjuk szerkeszteni, vagy pedig vissza tudjuk tölteni egy másik tévére. Majd az általános beállítások, láthatod, hogy USB billentyűzet beállításait lehet, egérbeállításokat lehet kezelni, tehát ezeket kezeli a készülék. Echo beállítások, egy-két EasyLink-kel kapcsolatos képernyővédő beállítások, és a bementi forrásokat is tudjuk szerkeszteni, hogy mi legyen a neve. És itt lehet gyári beállításra visszaállítva a tévét meg újra hangolni is. Egy ilyen lejjebb univerzális elérés hallássérülteknek például lehet kapcsolni. Majd következik a gyerekszár, itt lehet bekapcsolni, hogy ne érjék el a gyerekek a felnőtt tartalmakat, kódot módosítani, majd a régió nyelvet lehet utólag beállítani, az órát, legalább pedig a szoftver frissítés és annak a keresése. Hát remélhetőleg elég gyors voltam így a beállítások terén, és akkor amit még szoktam mutatni, megnézzük, hogy mennyire jó a böngésző képessége a tévének. Így elindítjuk a böngészőt rajta. Ez most viszonylag gyorsan indult el, de majd mindjárt megnézzük, ha beírunk egy rövid weboldal címet. Persze az oldal betöltése függeni fog az internet sebességétől is. Nálunk a Wi-Fi az sajnos hát elég gyenge, mondjuk úgy finoman szólva. Nagyon sok készülék rá van csatlakozva, és ez miatt lassú. Na nézzük. Hát nem tudom, mennyire látszódik, de igencsak laggol. Darabosabb kérgetés. Nem túl folyamatos, ez nyilván köszönhető a két magas processzornak, ami benne van. De ez miatt szerencsére nem gyors ezekért kurzor, mert az is lassú. Nézzünk meg egy cikket, hogyha belelépünk. Maga a betűméret az jó, az olvasható messziről is, azzal nincsen probléma. Hát végülis alapdolgokra megfelelő ez, csak komolyabb oldalakat nem szabad megnyitni vele. Működik az oldallapozás is, a csatornaváltó gombban fölle, talán így használhatóbbnak tűnik. És akkor könyvjelzőkbe tudunk még fölvenni oldalakat, előzményeket tudunk megnézni, de én úgy nézem, hogy a több lapos lehetőség az nem elérhető rajta, tehát egyszerre csak egy weboldal fogunk tudni nézni. És akkor amire mindenki kíváncsi szokott lenni, ezt többen nézitek meg, milyen a kép és hangminősége a készüléknek.
hát a hang az sajnos azt hozta, amit vártam tőle. Ez a 280-os hangszóró az elég kevéske, meg elég gyengén szól. Többnyire csak középhangokat hallottunk. Nem tudom, mondjuk a videó mennyire fog átmenni, vagy mennyire fogjátok hallani. A mély az szinte abszolút nincs. Ez arra, hogy este megnézek egy hírműsort, vagy valamilyen szappanopera sorozatot, de ilyen igazi házimozi élményre, vagy filmezésre azért ez alkalmatlan, vagy pedig zenére sem mondanám arra, hogy YouTube-on zeneszámokat hallgassunk a tévén keresztül. Tehát mindenféleképpen ajánlat hozzá egy kiegészítő, egy szombár kiegészítő mélynyomóval. Viszont ami a tévének a legfőbb jó tulajdonsága, az a képe. Mert a kép az teljesen rendben van. Nagyon szép színeket látunk. Én teljes egyenletesnek látom a fényerőelosztást is. Ez ugye köszönhető a direkt LED háttérvilágításnak, a színe is nagyon szépek. Oldalról nézve sem torzul a kép. Ugye a másik oldalra is ránézek. De elég jó betekintési szöge van, ez pedig ugye az IPS panelnek köszönhető. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, bármilyen kérdésetek van a termékkel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel itt alul kommentbe, a videó alatt meg fogom válaszolni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!